Szép jó napot kívánok! Mariai Virág vagyok. Önök az Építészet 21 adását látják. Folytatjuk örökségvédelmi sorozatunkat. A Rómer Flóris terv a leginkább veszélyeztetett műemlékek megóvását szolgálja, többnyire kisebb értékmentő beavatkozások által. Felvidéken Zemplén, Iske, Péder, Zsíp és Bodrogszentese református műemlék templomainak megújulását támogatta a program. Iske a kis magyar lakta község Szlovákiában, Kassai kerületben, a Laborc folyó bal partján fekszik. Első írásos emléke 1430-ból való, de templomot még nem említ. Az első feljegyzés magáról, templom vagy imaház meglétéről és magának a gyülekezet meglétéről itt a községben az 1600-as, 39-es évektől számlálható. Erről van írásos bizonyítéka is a gyülekezet tulajdonában. Ekkor már megalakul a reformáció során az első protestáns gyülekezet itt a községben, és egy kis imaházat építenek. Az imaház után egy fatemplomot építenek, amely közel 300 évig, az 1904-es évig szolgálta magát a gyülekezetet itt a községben. 1904-ig szolgálta a gyülekezetet, de a fatemplom állaga megromlott, és már szűkösnek is bizonyult az akkori református gyülekezet számára. Ezért megfogalmazódik egy kőtemplom igénye, az új templom építését 1906-ra fejezik be. Viszont a gyülekezetnek volt egy olyan óhaja, hogy szerették volna megőrizni a régi fatemplomot is, mert különlegességnek számított akkor az 1900-as évek elején. Itt a Bodrog közben és itt az Ungvidéken ez volt az egyetlen templom, amely fatemplom, amely megérte a 20. századot. Kérvényt adtak be az akkor királyi műemlékvédelemhez, hogy segítsenek, vagy ha szeretnék, akkor újítsák fel és vagy szerezzék meg saját tulajdonba. De az akkori műemlékvédelem királyi műemlékvédelem nem tartotta annak érdemesnek, ezért a gyülekezet úgy döntött, hogy ezt a templomot lebontják. Egyes deszkái, darabjai még láthatók a templomban, a karzatban, ezen kívül a kis harangja is megmaradt, ami most a haranglábban található. Ami tipikus, erre a környékre való mintázat maga a csillagos mennyezet, amit látunk, és a klasszicista stílust adja vissza maga az angyaloknak, az angyalfejeknek a megfestése. És amint azt láthatjuk, ez az eredeti festés. Ez 1904-6 óta ez a festés van itt a templomban. Nem volt hozzányúlva, mert nagyon szép és épp állapotban van, és hogyha újra kellene festeni a templomot, akkor muszáj lenne restaurátort hívni hozzá, mivel művészi értéknek számít maga a belső festés. Elsősorban külső felújításra került sor az elmúlt 20 évben. Az idő foga a falakat is kikezdte, ezért a külső felületeket újra vakolták. A legutóbbi javítás a tetőszerkezet rozsdátlanítását és felújítását ölelte fel, amit a Rómer Flóris terv tett lehetővé 2016-17-ben. Mi vagyunk azok, akik neveljük a következő generációt. Mondhatnám így, hogy mi vagyunk azok, akik készítjük a ránk következő generációt arra, hogy nyelvében, hitében és nemzetiségében megmaradjon az utókornak. Kassától alig 30 kilométerre délnyugatra fekszik Péder, a Bódva folyó jobb partján.
1275-ben említik először, temploma 1317-ben már állt. A 18. század elején a hadi események és járványok következtében elnéptelenedett, de még abban a században református magyarokkal újra telepítették. Én 2002-ben kerültem ebbe a gyülekezetbe, és én rögtön láttam azt, hogy ez egy nagyon régi és nagyon értékes templom, és a kezdetektől fogva szerettem volna azt, hogy ezt ne csak olyan módon újítsuk fel, ugye, hogy fehérre kifestjük, kimeszeljük, hanem hogy itt valóban történjen egy ilyen régészeti kutatás és feltárás, és esetleg amit találunk, hogy azt láthatóvá tegyük a régi időkből a mai élő emberek számára. Azok a idősebb gyülekezeti tagok, akik a templomot festették még jóval az én ideérkezésem előtt, ők mondták, hogy ugye jöttek át ilyen vörös festékek, amikor ők messzelték vagy festették nagyon régen. És ezért is volt fontos, hogy megnézzük a falakat, hogy kutassanak a falakon. Ehhez képest nem sok freskó maradványt találtak sajnos, kicsit csalódottak vagyunk, de reméljük, hogy ez még megváltozik. A Teleki László Alapítvány segítségével indult el a feltárási munka. A múlt éven voltak régészeti kutatások, falkutatások, és ugye annak alapján, amit találtak, most már van egy ilyen jelentés is, hogy hová, melyik időszakba keltezik ezt a templomot, vagy ennek az első épített részét. A munkálatok során mindvégig maguk mögött tudhatták a helyi közösség erejét. A legfontosabb része természetesen az, hogy itt gyülekezeti közösség él, és istentiszteletek folynak, bibliaórák folynak, és habár nagyon pici kis gyülekezet, de mindenképpen fontosnak tartják azt, hogy egy olyan templomban tudjanak összejönni, ahol egyrészt ők maguk is jól érzik magukat, és hát tervek szerint, hogy ezt meg tudjuk majd mutatni másoknak is, ideérkező vendégeknek, vagy bárkinek, aki érdeklődik az ilyen jellegű emlékek iránt. Zsibkösség Rimaszombattól 10 kilométerre keletre, a Balog folyócska bal partján fekszik. A települést 1295-ben említik először egy dézsma jegyzékben. Balog várának uradalmához tartozott, a Szécsi család birtoka volt, majd a 17. századtól a Murányi uradalom részévé vált. A török elpusztította. Később a Coburg és Fáy családok birtoka volt. Református temploma a 13. században épült gótikus stílusban. Érdekessége az, hogy ez egy régi román stílusú templom romjain vagy alapjain épült a 14. században. Érdekessége a templomnak a mögöttem is látható freskók, falfestmények, ugyancsak a 14. századból, illetve a 18. század közepéről származó kazettás famennyezet és barokk stílusú karzat. 1775-ben átalakították, majd 1820-ban klasszicista stílusban építették át. A templomban középkori freskók, freskó töredékek láthatók, kazettás mennyezete van. A templomban a falu gályarabságra elhurcolt lelkészének emléktáblája is látható. Ez a gyülekezet mostanra meglehetősen megfogyott gyülekezet, mintegy 70 református lelket tartunk számon, akik közül mintegy 50-en kötődnek a gyülekezethez valamilyen formában. Meglehetősen kis gyülekezet, de én úgy gondolom, hogy ennek ellenére élni akaró gyülekezet. Hát a templom az Istennel való találkozásnak, a gyülekezeti közösség megélésének a helye, minden közösség számára, így a zsípi közösség számára is egy nagyon fontos hely, egy kiemelt,
jelentőséggel bíró szakrális hely, az Istennek szentelt hely. Az egyik legjelentősebb felújítás, ami megmentette a templomot az enyészettől, az 1970-es évek elején történt. Ezek a műemlékek jelek. A templom az égre mutató ujjalval, a tornyalval egy Istenre mutató jel. De hogyha nem vertikálisan, hanem horizontálisan akarom elmondani a templom jelentőségét, akkor a templom jele azoknak a hívő embereknek, azoknak a hívő nemzedékeknek, generációknak, akik fölépítették, majd nemzedékről nemzedékre megőrizték, és a következőknek, az utánuk jövőknek átadta ezt a szakrális épületet. Jele annak, hogy vagyunk, és egy reménységet fejez ki abban a tekintetben is, hogy Isten segítségével leszünk is. Erdélyi műemlékvédelem. Befejeződtek a százsebesi Szentbertalan Ferences rendi templom belső felújítási munkálatai. Gyulafehérvártól délre a Sebes folyó partján elterülő középkori város Szászsebes, északkeleti sarkán álló templomot a domonkosok emelték. Ők indították be a templom és a kolostor életét. Első okleveles említése 1368-ból való. Az épület együttes a reformáció idején a városi tanács tulajdonába került, és bezárták 200 évre. 1731-ben a város vezetősége a ferences rendtartománynak ajándékozza a templomot és a kolostort. Persze nagyon romos állapotban találták a kolostort és a templomot is, de Mária Terézia segítségével sikerült újra felépíteni, rendbehozni, és azóta ferencesek szolgálnak. 1984-ig körülbelül mondhatjuk azt, hogy általános ferences jelenlét volt. Utána egyházi és pap testvérek látták el a évek szolgálatát, és 2004-ben újra a ferencesek jöttek életet adni a kolostornak, a templomnak. A középkori egyhajós, támpilléres szentélyű romos templomot 1740 és 1769 között barokk stílusban átépítették. Jelenleg 9 ferences szeretes él itt a kolostorban, növendék nevelőházként is működik, és egyben plébánia szolgálatot is végzünk. A plébánia létszáma az elég kicsi, körülbelül 167 lelket számlál. Viszont a templom, mivel egész nap nyitva van, nagyon sokan betérnek megpihenni, megnyugodni az Úr előtt, elmondani bánatokat, örömüket. Azt is mondhatnám, hogy nem csak katolikusok számára tesz szolgálatot, vagy nem csak a magyarok vagy románok számára, hanem más nemzetiségűek és más vallások számára is nyitva van, nyitva áll. A templom külső restaurálása 2012-ben készült el, melynek során a szentélyablakok gótikus ablakkereteit rekonstruálták, majd 3 évvel később a szentély belső felújítása után 2016-ban a templomhajó helyreállítására is sor került. A templom belső része ugye két nagy részből áll, hát a hajó és a szentély. Mindkettő eléggé rossz állapotban volt, vakulathullás, aztán a meszelés nagyon meg volt rongálódva, aztán a villanyhálózat az is régi volt.
Nagyon sok repedés volt, amit ékelni kellett injektálni. És mondhatnánk, hogy veszélyes volt ugye az emberekre nézve is, és ez nagyon sürgős volt az, hogy rendbe tenni, rendbe hozni. A templomhajó felújítását a Rómer Flóris terv 2 millió forintos támogatásával az Erdő Csinádi Sgraffito Kft. Végezte. Többszörösen is megéri, először is azért, mert Isten házáról van szó, hát én hiszek az Úrban, és számomra fontos, hogy az ő háza is rendben legyen. Aztán azért is megéri, mert még ha kicsi is a közösség, de hát minden ember fontos. Isten ajándéka, és mindenkit külön kell, hogy értékeljünk, és ennek a közösségnek egy otthont ad, egy reményt nyújtó oázis ugye a templom, és ezért is nagyon fontos. Aztán azért is nagyon fontos, mert mi emléképület, közel 700 éves múltja van, érték, és azért is fontos, mert azok az emberek, cégek, akik itt dolgoztak, azok abból a pénzből kenyeret vittek haza a családjuk asztalára. Tehát, hogy egyben a kedves támogatók, a Rómer Flóris, ugye, meg mi is, hogy munkáltattunk ezen munkásoknak, cégeknek, egyben őket is, az életüket is támogattuk. Sőt, meg olyan is volt, hogy a munkással többször elbeszélgettünk. Egy egyszerű munkás ember volt, aki vakult csupán, de mégis nagyon jó beszélgetések kialakultak. És többször ugye elmondta, amikor problémája volt, fölhívott telefonon, hogy annak idején, amikor itt hát imádkoztam, beszélgettünk, abból kapott ő erőt, hogy a problémákon könnyebben át tudjon lépni. Tehát, hogy többszörösen is megérte, hogy fáradtunk azért, hogy a templom kívül belül rendben legyen. A következőkben megismerhetik a csíkmenasági Adorján kúriát. A falu Csíkszeredától 13 kilométerre keletre a Tapolca-patak völgyében fekszik. A csíkmenasági Adorján házat 1955-ben nyilvánították műemlékké. A ház a lófőszékei státusz szimbóluma, a híres Fiság menti népi építészet háromosztatú műremeke. Az adorjánok, azok lófőszékelyek voltak a leszármazottak, tehát nagyon sok évszázadra visszamenőleg ők voltak azok, akik a lófő család egyik nemesága volt. Nagyon sok leszármazottjuk volt, és hát az utolsó időkben sajnos ugye most már üresen maradt az épület. Az Adorján udvarház méltóságteljes, egyszerű és egyedi a maga nemében, amelyet Adorján Imre és felesége Miklós Anna 1797-ben építetett. A 80-as évek elejétől nem laknak, és ugye, hogyha egy épületben nem laknak, akkor annak az a sorsa, hogy folyamatosan romlik, egyre rosszabb az állaga, és sajnos, hogy ma már ilyen állapotokban jutottunk, ahogy kinéz ez a kúria. Egyik szobában fel van vésve latin szöveggel a háznak az építési dátuma, 1797 Adorján építette, ugye, és a másik szobában pedig a gerendán ez olvasható, hogy ez házat építette újra Adorján Imre feleségével, Fazekas Tereziával 1836-ban. A ház különlegessége, hogy szokatlan módon alatta pince található, amelybe a tornác alól lépcsővel, a hátsó szobából pedig csiga lépcsőn lehet lejutni. Gyönyörű boltíves pince van a ház alatt, tehát ez is mutatja a háznak, a tulajdonosainak a gazdagságát, a módosságát, hogy boltíves pincét építettek. Tervek és elképzelések már vannak a helyreállításáról, és későbbi funkciójáról is. Visszaadni azt a korabeli patinás fényét, amilyen volt az épület annak idején, ugye, amikor igazi fényében állt, és valaki ismerősen mondta, hogy mindig elképzeli, amikor bejön az épületbe, hogy milyenek voltak itt a családnak a mindennapjai, az ünnepnapjai, hogyan éltek ugye itt a családba, és milyen gyönyörűen volt berendezve, és az értékek, ami a falak között itt meghúzódnak, hát az felmérhetetlen a falu részére is. Veronikának személyes élményei is vannak, még gyerekkorából emlékszik erre a kúriára.
Egy idős néni, Dániel Julis néni lakott a házba, és akkor még berendezve voltak a szobák, a ház előtt a tornác is nagyon szépen látszott, és gyerekkoromban mindig jöttünk megnézni, hogy olyan érdekes ez a ház, másabb, mint a faluban a többi házak, és hát a szép épület, ugye az folyamatosan romlott, és ma már azért vannak ilyen körülmények, amilyenek vannak, mert ugye nem lakják a házat. Az épület nagyon rossz állapotban van, a pincétől a mennyezetig, sajnos többször be is ázott. A falu, ugye kis székelyfaluba gondolkodunk, aki a mindennapi megélhetésért küzd, és próbál a maga módján megélni. Az épületre büszkék volnának az emberek, tehát nagyon örülnének, hogyha szépen megvan, fel van újítva, és úgy néz ki, ahogy annak idején kinézett. Viszont anyagiakban mindig ezt szoktam mondani, hogy a falunak nincsen erre módja, hogy erre az épületre ilyen sokat áldozzon. De viszont biztos, hogy ha megkérdeznénk a falu lakosait, akkor mindenki egyértelműen azt mondaná, hogy falunknak, meg egyáltalán az Alcséknak is egyik gyöngyszeme lenne az az épület, hogyha felújítodna, és akkor mindenki meg tudná mutatni, vagy tudna mesélni gyerekeinek, unokáinak, hogy hogy éltek annak idején a munkás dolgos székelyek itt Melaságon. A felújítást támogatással képzelik el. Olyan szakmai hozzáértést is igényel, hogy ezt csak a szakemberek tudják, meg hát ugye ami hatalmas nagy erőbefektetés, de hát reménykedünk, hogy a magyar állam hogy ebben fog minket segíteni, és akkor meg lesz a szép épületünk. A határon túli épített történelmi örökség megóvását célzó program azt az üzenetet hordozza a Kárpát-medence magyarságának, hogy a magyar kormány minden magyarra figyel. Erősíteni akarja közösségeiket, mert a közösség ereje adja a nemzet jövőjét. Ez volt már az Építészet 21. Jövő vasárnap délután ismét várjuk Önöket. Adásaink visszanézhetők az EKO TV honlapján. Köszönjük figyelmüket! A viszontlátásra!